ébredlek újra, újra meg újra, te másik város lakó. Hogy itt a négyünk, mit is remélünk, és ebben mi is a jó. Hívjuk jobb hiány, megint csak ennek, itt van a város, itt Budapestnek. Itt van a város, folyóba bámul az arcán. Siklik a víz. Köszönjük a türelmét mindenkinek, de olyan társaság vagyunk, hogy megvárjuk egymást, hogyha valaki messziről jön. Szeretjük, hogy ő is befut, mire elkezdődik egy programpont. Szeretettel üdvözlőjük a megjelenteket, a Rákos Egyetemi Polgári Kör, a Maros Mozi Baráti Kör és a Moving csoport nevében is, akiket kértem, azokból elnézést kérek. Szokás köszönteni vízvendégként magasrangú személyeket, hogyha megjelennek egy kulturális programon. Mi aztán megtehetnénk, hogy névről névre egyesével emlegessük, felsoroljuk egymást, mert akik most itt jelen vannak, akár az udvaron, akár itt fönt, mindig sokat tettek vagy tesznek a jelenben azért, hogy ez a hely igazi közösségi központtá alakuljon. László napnak neveztük el a mai eseményt, amelynek többféle programpontja van, de az egyik kulturális csoport, az a kiállítás megnyitó, ahol Szabó Kristóf, a Moving művészeti csoport vezetőinek a munkáit láthatjuk. Ami nem új élmény, hanem visszatérő élmény számunkra, mert a Lépcsőházban már korábban is tartottunk ilyen kiállítást, ahol ami régi hangulatú, vagy éppen romkocsmásnak tűnő épületünk ad helyet olyan kortárs műalkotásoknak, amelyek a színvilága, formavilága, üzenete az ideillő és a mi látogatóink tetszését elnyerő műalkotás. De ennél többről van szó. Hogyha ez a hely, ahogy most látjátok, többször is új életre kell, több fázisban kell új életre, akkor itt a művészeti tevékenység nem csak a kiállításokra korlátozódik majd, hanem ahogy Domonkos Laci, akkor még egy másik szervezet vezetőjeként a csapattal megálmodta, akkor itt a művészeti képzés és művészeti foglalkozások terepe is lehet, és lesz is. Az idei évben az a nagy vízválasztó közeleg után új korszakot úgy indítottunk, hogy fűtés lesz az épületben, vagyis végre 4 évszakon keresztül, mondhatni az év minden napján belakhatjuk majd ezt a házat, és ez egyaránt érvényes a földszintre, úgy, mint az emeletre, ahol itt az egykori szállodai szobák különböző foglalkozásoknak adnak lehetőséget. Akár már a judó, amely Dominik Zsolt működésében már zajlik egy ideje. Úgyhogy az a csapat, amelyik újra és újra megújul és bővül és változik, az most arra készül, hogy még bővebb legyen itt az együttműködés és még színesebb legyen a kínálat. És különbözőt sem szeretném kihagyni a kép szerint említett harcostársak közül, mert hogy nagyon sokat dolgozunk most újból azon, hogy tényleg mindenki legyen a Maros Mozi, mint ahogy ezt egy pályázatban annak idején szlogenként magunk elé tűztük. Aztán a pályázatot ugyan nem mi nyertünk, de a szlogen teljesült, hogy a Maros Mozi mindenki, azt szerintem mindenki egyetértésben állíthatja. A köszöntöm tehát nem a művészettörténeti igényű beszéd szeretne lenni, hiszen arra külön vendégünk van, hanem én azt szeretném jó hírként elmondani, hogy folytatjuk a munkát, és nagyon örülünk annak, hogy jöttetek és jöttök ezekre a programokra, hogy hogyan folytatódik mindez, akár a részletes moziműsorral, amely mozi funkciót Sörös Zsolt barátunk indította el, és hogy milyen egyéb közösségi programok lesznek, azt meg a szokásos csatornáinkon lehet majd olvasni, megfigyelni. De ha nyitva az ajtó, akkor meg bárkit szeretettel várunk. Most lesz egy játszóvárunk, lesz a Tamás családja a Jóvoltából, amely a gyerekeseknek lehet egy jó pont itt a hely érdekében. Nemes apáti családdal pedig a büfé elindítását tervezzük azért, hogy éppen csak egy kávéra vagy egy teára is be lehessen ide jutni.
hogy a filmklub programja az, hogyan alakul majd, abban pedig Szilágyi Erzsébet régi partnerünk lesz a közönködő partner, mert ebben az országban ő az, aki a legjobban tudja, hogy a filmek világában mi az, ami a közönségnek igazán való egy ilyen helyen, mint ami Rákos égetünk. És ez a tér, ahol most állunk, amely egy kicsit megnyílt azok számára is, akik még nem jártak itt az emeleten. Ez meg legyen a jelképe annak, hogy itt az új működésben a művészet és a közösség teret kap szó szerint, meg átvitt értelemben is. De nézzétek meg a lépcsőházban lévő műveket is, és nézzétek szét általában a házban, mert sok minden változóban van. Meg hát, mint mindig, most is azokat különös szeretettel üdvözlök, akik azért jönnek, hogy megkérdezzék, hogy mit segíthetnek. Ők a mi vízpolgáraink is legkedvesebb vendégeink, de tényleg mindenkit örömmel látunk bármilyen esemény alkalmával. Köszönöm. Szeretettel köszöntök mindenkit, Szabó Kristóf kérdésnek, hangkanalom részletvertőnész vagyok. Mitoszok születése a kiállítás címe, súlyos jelentés, messzire vezető tartalom, nagy vállalásnak tűnő megfogalmazás. Mindannyian ismerünk mitoszokat, az antik hirdelemvilág, a fantasztikus alakok és történetek gyerekkorunk óta ismerősek. Egyfajta közös kulturális tudást biztosítanak, ugyanakkor azon már ritkábban gondolkodunk el, hogy ezek a források, mítoszok milyen mértékben vannak jelen akár mindennapjainkban. A mítoszok egyfajta világmagyarázatok, melyekhez a művészek a kezdettől szívesen nyúlnak vissza. A mítoszok összességét, a mitológiát pedig a művészek eredesztő tőjéként is tekinthetjük. Amikor a művészek felhasználják a mítoszok szimbolikáját, valójában nem csinálnak más, mint egy kulturális általános közös jelentést használnak. A zene, a költészet, a képzőművészet is folyton visszanyúlik a régi eszköztárhoz, mi alapvetően határozza meg a művetségét. A mítoszok a földrajzi elhelyezkedés, illetve etnikai vagy vallási hovatartozás alapján összefoglalják egy-egy csoport történetét, a művész pedig alkotásaival lehetővé tette volt, amelyen él. Szabó Kristófban egészen fiatalon elkezdett foglalkozni a mítoszokkal, noha akkor még során csak tudatos alkotói szándék vezérelt, és sokkal inkább a történelem és a szimbolika irányú jutottság és érdeklődés. Megmondva a reális ábrázolásmódot, átvitt értelmi formát és tartalmat keresett. Ösztönös általános eredménye sorozatának emblematikus figurája is, az első műi madár, az építkezéseken átadó daruk hatására születte, majd fokozatosan alakult át az életlen élővé válásának jelképévé. A műmadár tovább szállt, és Szabó Kristóf első nagyméretű képének is témája lett a Képzőművészeti Egyetemen, ez a Műmadár zsugonása című alkotás. A tanuló évek során a művész elvont alakjai mindinkább eszközévé váltak az egyre komolyabb tartalmú képeknek. Gondolatai grafikáink keresztül fejezik ki nagyobb részletességgel, melyeket követően a festmények egyfajta kiemeléseként tekinthető. A földön túli témák, új technikákat is hoztak magukra, így a festményeken megjelent az aranyozás. Szabó Kristóf munkái gyakran társadalmi kritikai és antropocentrikus tartalmakat kapnak, melyeket remekül egészítenek ki elvont alakjaink. A Kitelepítettek című alkotás volt sorozatának második műve, ezt velem szemben mely egy elvonatkozott város témát dolgoz fel, és a különböző hierarchikus rendszerek felépítésére reagál, mely alapvetően mit sem változott. Az idő nélküliséget jól hangsúlyozzák sematikus alakjai és levegő tája, melyek gyakran is megfelelnek. A földre szállás színű alkotás már a diplomunk a kezdete volt, melyet a vizek elválasztásával folytatott. Szabó Kristóf bátor művész attitűdjéről árulkodik a teremtés történet témaként választása, mely saját pályakezdetéhez is jól alliterál. Az itt látható munkák megtekintése során az egy érdekes jelenség rajzolódik ki. Még régen a mitológia határozta meg a társadalmat, úgy jelenünkben úgy sokkal inkább a társadalmi tényezőkből lesznek mások. Egy 5 éves alkotói szakasz került ide mutatásra, úgy is fogalmazhatnánk, hogy régi képet hazataláltak egy új térben, a mítoszok elnyerték azt a közöget, ahol tovább élhetnek. Művészettörténetként és barátként is csak annyit kívánhatok, hogy Szabó Kristóf minél több mítoszt önöket csemélászni. Köszönjük szépen, és most felkonferáljuk Kapitány Sándor barátunkat, aki visszatérő közreműködő a Blues Rádió Budapest zenekar frontembere, aki most egy szál különleges gitárral, a dobló gitárral ad elő olyan blues mutákat, amelyeket... Amelyeket ezzel előre.
és a meghívó tartalma szerint a főzőtársaság zenei aláfestését is biztosítottam. Az alkalmi szabadtéri színpadon, és utána egy trióvá kiegészült be a mozifilm után, tehát mondjuk 8 óra környékén, pedig a moziteremben lesz még koncert. Így van. Ilyesmi zenékkel. Bizony. Köszönjük szépen, a kiállítás pedig nem csak ma megtekinthető, hanem hétfő szerda pénteken 16.30-tól 19.30-ig. És a mozi előadások ideje alatt is. Ami nem azt jelenti, hogy a mozifilmről kijövők nézhetik meg, hanem bárki. Igen. Köszönöm szépen, további jó szórakozást. És vigyetek virágot a kertből. Ebben a dalban nincsen már csak egy utca, ahol laktam, és még egy hűvő, mikor gondoltam, ablakon kihajítom, kivált, lakja halban, biztos ruhát. Kiabáltam, szörgött kint végig az utcát. Már nem is tudtam, ugyan is volt. Félreállok. Ablakom, csak ennyi biztos. Az ra 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 ra